Újabb fiatal, saját nevelésű labdarúgó csatlakozott NB1-es keretünkhöz. Ma délben a 17 esztendős Dragóner Filip lett hivatalosan a felnőtt keret tagja, miután aláírta profi szerződését. Nagyon boldog vagyok, hogy rám került a sor, és bizalmat kaptam a Ferencvárostól. Nagyon nagy motiváció ez számomra, hiszen édesapám is a Ferencvárosban futballozott, és nekem is kiskorom óta ez volt a célom és az álmom, és most nagyon örülök, hogy alá tudtam írni a szerződést. A mai nap nem csak Filip számára különleges, hanem édesapjának, Dragóner Attilának is, aki meghatottan nyilatkozott fia szerződtetéséről. Nagyon szerencsés ő, hogy egy ilyen kötelékben most már ő is beletartozik. Én is az voltam, és tényleg most indult elő a felnőtté válás útján, és remélem, hogy a elkövetkezendő időben olyan mennyiségű terhelést kap a Lipcsei Petiéktől és a Tomaszéktól, hogy akár rövid időn belül fel tudják készíteni arra, hogy a felnőtt futballra képes legyen, és hogy ott is minőségi játékot tudja nyújtani. Úgy gondolom, hogy van annyira értelmes, hogy tudja, hogy mostantól nem ő lesz Dragóner Attila fia, a kis Fradi utánpótlásba fölnövő tehetség, hanem most már Dragóner Filipet várja gyakorlatilag nem csak a szülei, hanem a Fradi vezetők, hanem most már követelni is fognak tőle a szurkolók is, és azok az emberek, akik azt várják, hogy esetleg egy fradista tehetség, aki itt nőtt föl gyerekkora óta, az ott tudjon az első csapatnál jó produkciót mutatni. Úgy érzem, hogy még fiatal vagyok, és most járok ugye profi pályafutásom elején, így mindenben nagyon sokat kell fejlődnöm, de úgy szerintem megvannak az erényeim, de azt is kell fejleszteni. Elég kemény a felkészülés, de tudom, hogy ez a javamra fog válni, és hát szeretnék az NB3-as csapatba bekerülni, és megharcolni a helyemért. Fradi szurkolói kedvezménykártyával országszerte több mint 700 helyen vásárolhatsz kedvezményesen. Ezzel nem csak megspórolhatod jegyed vagy bérleted árát, de a Fradit is támogatod. Élj meg minden vásárlást győzelemként!